Hello, ProHardware TV nézők! Olyan régen találkoztunk, sok minden miatt. Előre szólok, oda technikai vérfrissítésen túl, ami egy Windows újrainstalt és egy teljesen szűz rendszerről való adást jelenti, úgyhogy ez esetben kérek szépen mindenkit, hogy fokozottan Laca25-nek is jó estét, ha már régen járt erre. Fokozottan legyen kedves mindenki megírni, hogy hangkép oké-e. A zöld takarót arrébb viszem. Mert most fontos. Mert most még fontosabb, hiszen gyakorlatilag másfél órája van fönt a My Showroom ezen a gépen. Elfelejtettem, hogy a telepítőt nem mentettem le a srácokkal. Jó, Peke, igen, kicsit reperben nyomom ma, de még mindig meg vagyok fázva, úgyhogy köhögni is fogok, és nazális is lesz. De mivel holnap vissza kell adnom a QX10-et és a QX100-at, azt gondoltam, hogy ez az a két cucc, amit én nagyon vártam, és innen üzenem QWERTY42-nek, hogy egy egészen hangyányit minden tiszteletem és maximális respektem mellett össze fogunk veszni. A Nokia 10-20-szal kapcsolatban nem fogunk összeveszni, nem fogunk egyetérteni, azért ez így sokkal tisztább. Mindenkinek van saját szuperébb véleménye, nekem is van, de az a lényeg, hogy itt van ez a két kis cucc. Én amióta erről rebesgetnek, hogy a Sony csinál egy olyat, hogy csak a lencse, csak a szenzor, és az összes többit mobilon csinálod, vagy hát valamilyen más eszközön, és itt a nagyon fontos a máshol, 10 méteres hatótávon belül, én azóta mérhetetlenül rá vagyok kattanva, és az az igazság, hogy annak ellenére, hogy korán sem tökéletes a cucc, sem a QX10, sem a QX100, még ezzel azért nem mondok el túlzottan sok mindent, maximálisan el vagyok varázsolva, de ne szaladjunk ennyire előre, hanem nézzük meg, hogy mit is tud a két kis motyó. Jelen esetben nagyon designosan vagyunk, ugyanis kérem szépen, kiveszem a kábeleket innen, arrébb viszem a cuccot, és akkor nem lesz ilyen. Ugyanis a QX10-et, a kistesót fehérbe kaptuk, a doboz pont fordítva van, de azt gondoltam, hogy így jobban néz ki. Tehát a fehér dobozban jön a fehér QX10, míg a fekete dobozban jön a fekete QX100. Ez a két eszköz, így kérem szépen, két teljes értékű kompakt fényképezőgép, sőt, a QX100 gyakorlatilag némi butítással szerintem vállalható, kompromisszumos és nyilvánvalóan érthető. És hogyha nem felejtetek el rám szólni, akkor el is magyarázom, hogy miért érthető az a butítás, amit a Sony véghez vitt. Ez itt kérem szépen a QX100, az igen-igen jól sikerült, és ráadásul a cikkben még rosszul is linkeltem be, mert az RX100 Mark II-nek a belsejét takarja. Tehát ebben az esetben ez a kis készülék egy 20,2 megapixeles egyszoros szenzort tartalmaz, ezt meg majd mindjárt meglesem, hogy ebben mi van. De hogyha nagyon-nagyon el akarom egyszerűsíteni a dolgokat, akkor a QX10 egy igazán vállalható, kompakt, mondjuk ilyen, ha azt akarom mondani, akkor ilyen, hát kb. Árában, 60 ezer forint, tehát egy 60-70 ezer forintos kompaktot tud kiváltani, majd mindjárt szétszedem, megmutogatom, és akkor körbenézzük. Viszont a maga borsosnak tűnő 150 ezer forintos árával a QX100 egy jelenleg 230 ezer forintos eszközt vált ki. Ami azért azt gondolom, ha nem is teljesen egészében, hiszen majd említettem, hogy meg fogom mondani, hogy ez a butítás miből áll, az RX 100 Mark II-höz képest, és akkor így, ami ugye a QX100-at illeti, az azért lényeges, hogy nem mindenben ugyanolyan, de egy-két funkcióban igen. Ami nekem megtetszett ebben az opcióban az, hogy vannak zseniális fotómasinák, vannak zseniális mobiltelefonok, és nagyon kevés a zseniális fotózásra alkalmas mobiltelefon, ami még hogyha van is, egészen elgondolkoztam annak idején, és nem is annak idején, még idén nyáron, egy Nokia PureView 808 vásárlásán, csak és kizárólag azért, hogy inkább megszenvedek minden nap a Symbian operációs rendszer minden hátrányával és kényelmetlenségével, összehasonlítva az Android rendszerhez, egy normálisan futó, normális hardware futó Android rendszerhez, és vagy egy iOS rendszerhez képest, mondom ezt a Symbianra, nem kell senkinek megsértődnie, applikációk, térkép, stb. Bár abban mondjuk, tehát pont nem rossz. De hogy gondoltam, hogy kárpótol majd az, hogy bármikor tudok Full HD videózni, fotózni nagyon jó minőségben. Igen ám, de hogyha telefont akarok cserélni, vagy nem akarok Symbiannal szórakozni, vagy adott esetben kedves QWERTY42, és akkor itt reagálnék arra a hozzászólásodra, hogy azért a címkísér túlzás ahhoz képest, hogy mit mennyiért tud, ugye most itt a QX-szériáról beszél QWERTY42, ugye egy 10-20, Nokia 10-20 még mindig csúnyán pofán csapkodja. Na, szerintem meg nem.
És azért nem csapkodja csúnyán pofán, bár én is láttam, mondjuk a 10-20-at még csak a bog mutogatta, és megint el voltam képedve, mint ahogy annó a 808-nál is el voltam képedve, hogy még tud. Én azért egy picit hiszek abban, hogy minden zsenialitását elismerve a Nokia PureView készülékeknek ugye jelenleg kettő van a 10-20 méregdrágán, 200 ezer forint körül, talán fölötte, már nem emlékszem, és a PureView 808 a maga kis fáradt szoftverezettségével, legalábbis operációs rendszerével, viszont egy zseniális kamerával az már egészen megfizethető, még mindig 80 ezer forint körül van azért az is. De még mindig hiszek abban, olyan emberként, aki azért fotózott és leginkább videózott már komolyabb gépekkel is, hogy bizony, amin nagyon-nagyon sok minden múlik, az minden szenzor és minden butaság előtt az, amin bejön a fény. Jelen esetünkben azért ez egy méretes, szép kis lencse, ráadásul egy QX100 van a kezem, ha valakinek ez esetleg nem lenne világos, ezt még nem fogom kavarni, hiszen a fekete a 100, a nagyobb, a drágább, 150 ér, a fehér, az pedig a 10, a kisebb, az olcsóbb. Azért van ott egy Carl Zeiss felirat, 1,8 fényerőről 4,9-ig megy, háromszoros optikai zoommal, Vario Sonar T. Tehát ez, bárki bármit mond, bizony-bizony egy kifejezetten jól sikerült lencse, ami aztán egy egyszoros érzékelőre megy, ami ugyan nem 40-valahány pixeles, mint a Nokia 1020, illetve a PureView-nak az érzékelője, hanem csak 20,2, de higgyétek el, hogy nagyjából elég. Tehát én még az a fajta régi módi ember vagyok, aki azt gondolja és abban bízik, hogy a lencse és a szenzornak a kapcsolata az, ami igazán meghatározza azt, hogy mit tud egy fényképezőgép. A 10-20 igazából abban üti ezeket, hogy elfér a zsebben, nem kell két cuccod mindent magaddal, és ahhoz képest jó képeket csinál. Ez meg még egy cucc, más a piaca szerintem, írja nekünk Lárszi. Ezt megértem, csak hogy pontosan az, amit te hátránynak mondasz, hogy két cucc van a zsebben, úgyis több minden van a zsebben. Ha igazán akarsz komolyan fotózni, akkor vagy választasz a két Nokia készülékből, és még mögötte van egy-két Samsung, bár ugye ott a zoom az már egy kicsit necces, hogy működik, hogy mennyire fél el a zsebben. Azért ez még mindig elég kicsi ahhoz, és elég kompakt, pláne, hogyha a QX10-et nézem, mert hogyha leveszem róla ezt a kis állványrészt, ami nem feltétlenül kötelező, ezt majd megmutatom, hogy mi van, akkor végülis egy ekkora kis pici dologról beszélünk, ez egy májkrém konzerv. Tehát én azt gondolom, hogy egy májkrém konzervet méretre, tehát hogy nem egy 60 ezer forintos májkrém konzerv, hanem méretre kb. Az. Viszont cserébe tényleg, ha ezt is rajta hagyjuk, még úgysem túlzottan nagy, fölpattíthatjuk a telefonra 10 másodperc alatt, összepárosítjuk a Play Memory szoftverrel még mondjuk 20 másodperc alatt, és onnantól gyakorlatilag egy igazán komoly eszközünk van, ami alól, ha kidöglik a mobiltelefon, szoftverhiba, nem tetszik, megunom, jobb jön ki, nagy kijelzővel, tudjátok, amiért mobiltelefonokat cserélgetünk, valószínűleg mindannyian, aki Pro Hardware TV-t és Mobile Arena TV-t nézünk, akkor ott kell ragadnunk valamilyen szinten annál a készüléknél, amiben integrálva van a kamera, így viszont nem, hiszen mind a két eszköz, a QX10 és a QX100 is működik. Hát most a VPN-ben nem vagyok benne biztos, a Windows Phone-ban azt tudom, hogy ígérték, hogy lesz, ami egész biztos, hogy bármilyen iOS és bármilyen Androidos, nem igaz, hogy nem bármilyen bizonyos limitációkkal, tehát szoftver verzió fölötti limitációkkal Androidos készülékeket is, nagyon-nagyon-nagyon sokkal, tehát több millióval szinten, kevesebb az, amivel nem működik, jóval százalékosan, mint amivel igen, ugye itt az Androidról beszélek. Nem kellene összehasonlítani ezeket a 10-20-szal, nem is akartam, csak fölmerült itt egy rögtön ugyan smile is, de azért egy erősebb és rövidebb monológ egy drága felhasználótól, aki rögtön a 10-20-at hozta ide be. Tehát az elmélet és a gyakorlat a következő. Mert hogy szerintem most nem fogok beszélni arról, bármennyire is csalódást fogok ezzel okozni, hogy képminőség milyen, nagyjából el fogom mondani, de ilyen tesztvideókat meg ilyeneket most nem fogok mutatni, mert maga az érdekes szerintem, ahogy ez a dolog működik. Itt van egy szándékosan nem Sony márkájú mobiltelefon, amin elindítom a Play Memories alkalmazást, bekapcsolom mondjuk a látványosabb QX10-et, mármint hogy a zoom szempontjából látványosabb QX10-et, és azt mondja, hogy megtalálta. Ez a legelején úgy működik, hogy egyszer össze kell párosítani, van egy kis könyvecske a dobozban, azon van egy saját kódja, és Wi-Fi direct módban, tehát hogyha nincs router, semmi nem kell a közelünkbe, a két készülék kapcsolódik Wi-Fivel, megadtuk neki egyszer ezt a kódot, amit kért az elején, onnantól, amikor bekapcsolom, mindig föl fogja ismerni, ha több ilyenem van, mert nagyon szerencsés ember vagyok, és ezekkel játszadozom, akkor több ilyen készülékkel
gyakorlatilag, csak azért fordítom, hogy legyen valami kép, amit rögtön látni fogunk mindjárt. QX10 kapcsolódott, itt kírja. Onnantól már csak ezt a folyamatot kell elvégezni. Nekem valamiért a mobiltelefonom néha-néha a Wi-Fi-t eldobja, viszont nem a kamera, mert kipróbáltam a tabletemmel is, és ott tökéletesen működik. Tehát, hogyha valamilyen módon, például az enyém energiatakarékossági módból alacsony töltöttségi szintnél leszedi, vagy valamilyen kikapcsolgatja a Wi-Fi-t, ez kellemetlen lehet, ezt aláírom, de erre föl lehet készülni, és ezzel lehet foglalkozni, de innentől jön a zsenialitása, hogy kérem szépen, bármit csinálok a kamerával, leteszem olyan helyre, ahonnan szeretnék fotózni, 10 méteres körzetben azt csinálok vele, amit akarok. Például zoomolok. Tessék figyelni az optikai zoomot a QX10-en. Például visszazoomolok. A QX10-en egy 10-szeres optikai zoom van, egy Sony G-lencsével, 18 megapixeles érzékelővel, tehát mindenképpen ő a kevésbé komoly versenyző, viszont sokkal kompaktabb, és megkockáztatom, hogy ez a 60 ezer forint, ez így ezzel az összeállítással igazán remek, és ő azt csinálja, hogy mindjárt megmutogatom magát a készülékeket, tehát a magát a két eszközt, mind a kettőben van microSD kártyafoglalat, tuti kém cucc, írja Larszi, igen, nagyon-nagyon vicces dolgokat lehet vele művelni, tehát hogyha benne van egy SD kártya, akkor a Full HD videókat és a nagy felbontású 18, illetve 20 megapixeles fotókat ugye a 100-as esetében a kártyára menti, maradj cica, nehogy leess, mert nagyon sajnálnálak, meg drága is lennél így, hogy nem is az enyém vagy, azt a kártyára menti, de, és akkor mutatom is, mondjuk rázoomolok valamire odabent, aminek értelme van, vagy idekint, kérem szépen. Ezt kérem szépen a fotóállványnak, ja nem is, ez a kameratartó állványnak a rugózata. És azt mondom, hogy oda tessék egy kicsit fókuszálni, innen lövök, most lő többet, és akkor ugye ebből fogja összerakni a megfelelő képet nekem. És látjátok, ide jön egy kis csík, 81% másolás. Nagyon fontos ez a szó, hogy másolást ír ki, ugyanis megtartja a 18 megapixeles JPEG-et ott, és átküld egy ilyen 2-3 megapixel között itt a telefonra azonnal, Wi-Fi-n keresztül, amit ha akarunk, akkor Facebookon, stb. Meg tudunk nézni, illetve hát meg tudjuk nézni, hogy gyakorlatilag mi az, amit lőttünk. Ez most meglehetősen homályos lett, azért ennél jobbakat tud jóval, ja, hátulra fókuszált, igen, valószínűleg egy kicsit, azért ennél jóval jobbakat tud ott a kis kékre, a kis QX10-es is, de ezt semmi nem tudja jelen pillanatban, hogy így játszunk vele, és mindent innen irányítunk távirányítóval. Na, micsoda kupi van. Itt kérem, alássam. Akkor így lövünk egyet, így. Oda fókuszáltatunk vele. Megint lő hármat. És akkor indul ez a másolás történet. Másolás. 10% most küldte át nekünk. És azért ez már egy sokkal barátságosabb, sokkal kellemesebb. Ja, hát ott van egy kis Samsung. Éppen fölrakva az állványra. Szóval ez nekem olyan szabadságot jelent, és olyan játék lehetőséget ez a módja a fotózásnak, amit eddig csak nagyon-nagyon drága gépekkel, vagy módszerekkel, ugye a GoPro idén hozta be ezt a verziót, hogy telefonnal lehet követni az eseményeket, és a többi. Ez nagyon-nagyon kellemes és jó, de hogyha azt akarjuk, hogy ez az egész úgy nézzen ki, mint egy fényképezőgép, a válaszom közben user 2914-nek, hogy igen, nem tudunk online lenni, amíg fényképezünk, hiszen le fogjuk foglalni a Wi-Fi Direct-tel a Wi-Fi-nket, ezzel túl kell lenni, de hogyha rá akarjuk applikálni a mobiltelefonra a kis eszközt, akkor kinyitjuk ezeket a karmokat, és egy mozdulattal már rá is pattintottuk, nem esik ki a mobiltelefon, nem zörög, nem zötyög, és innentől mondjuk azt, hogy egy ilyen kicsit furcsán összvérré változott, tehát egy nagyon vékony testű fényképezőgépé változtatunk, és ez a nagyon fontos bármilyen mobiltelefont. De mondom, az a játék, hogy azért ezek még a QX10-es egy teljesen vállalható, jó minőségű, kompakt, Full HD videófelvételre is képes kis eszköz, azt csak zárójelbe jegyzem meg, hogy mind a QX10-en, mind pedig a QX100-on dedikált gombok vannak az exponálásra, illetve a zoomolásra. Tehát, hogyha úgy vagyunk, hogy a telefont letesszük, vagy a tabletet, és egy 10-szoros tableten tudjuk visszanézni, higgyétek el, hogy óriási szórakozás és nagyon jó móka. Kipróbáltam. Zseniális! Szóval, akkor ezen a kis eszközön tudunk zoomolni, és ellőni a gomba, vagy exponálni a
az exponáló gombbal, és akkor közben még ha félig nyomjuk, akkor úgy pittyen, mint ahogy az összes Sony fényképezőkép pittyen, és jelzőt befókuszált a jó pittyenéssel, és onnantól akkor, akkor tudjuk lőni a fotókat, és már küldi is 10 méteren belül wifi hatótávolság. Tehát ez nem wifi hatótávolság, hanem a két eszköz közötti hatótávolság. Azon belül küldi a fotót át. Wifi-n kívül van még valamilyen módszer, hogy csatlakozom a telefonra a cucc, NFC vagy Bluetooth. Az NFC az egy nagyon közeli és nem állandó kapcsolat, ugye van is rajta logó mind a kettőn, ott az N betű fölül, az on-off gomb mellett, akkor már körbe is mutogatom a QX10-et, és utána megbeszéljük ezt a dolgot. Ott van bal oldalt, kérem szépen egy zoom, ott van az, ez exponáló gomb, itt van egy kis csatlakozó, csak ehhez kell a körmöm, ahol mikro USB kábellel tudjuk tölteni a kis eszközt. Alul állványcsavar, nagyon-nagyon-nagyon hasznos, nagyon-nagyon hasznos. Jobb oldalt pedig a Sony felirat alatt egy, hát a legfőképpen az elem, az akkumulátor állapotát jelzi ki. Ahogy néztem, standard kompakt kamera akkumulátor van benne, nem túlzottan nagy, de mivel kizárólag az exponálást, tehát az érzékelőt és a zoom motort kell meghajtania, ezért egy picit jobb, nem próbáltam ki, de egész biztos, hogy jobb az üzemideje, mint mondjuk bármilyen kompakt fényképezőgépnek. Az NFC pedig arra jó, hogy az NFC képes telefonokkal még ezt a kódbeütéses baromságot sem, nem baromság, fúj feki. Szóval, hogy ezt a kódbeütéses 20 másodpercet sem kell megvárni, összeérinted az QX100 és QX10-et az NFC-s telefonoddal, ha fönn van rajta ez a Play Memories alkalmazás, ami ingyenesen letölthető bármelyik alkalmazásboltból, akkor már párosodott is. Vaku, mennyire van meg nélküle? Hát a picinek azért kell fény, ugye azért ő benne nem annyira komoly technológia dolgozik, viszont ez az 1.8-as Carl Zeiss Obi, gyere le! Így leteszem, és akkor elővesszük így a QX100-at. Kapcsolat megszakadt, igen, jelzi is, visszalépegetek így, és várja a következő delikvest, majd mindjárt látjátok, hogy föl fogja ismerni. Szóval hogy azért ezzel az 1.8-as Obival egészen jól lehet garázdálkodni, a Vaku nélkül is. Én megmondom őszintén, hogy hiába van Vaku a fényképezőgépen, a kompakt fényképezőgépen és a DSLR-szerű másik fényképezőgépemen is, azt próbálom a lehető legkevesebbet használni, és inkább úgy fotózni, hogy a természetes fényt használja. Én megmondom őszintén, hogy nagyon utálom a gépekbe épített Vakut. Nyilván vannak zseniális Vakuk, külön megvásárolhatóan DSLR gépekhez, és a többi, és a többi, de alapvetően a gyári beépítetteket én nagyon nem szeretem, úgyhogy nekem eddig még egészen rossz fényviszonyok között sem hiányzott, de akkor párosítjuk össze a QX100-at, csak így mutatom, hogy közben megjött a listára a QX100, ott a végződés, hogy QX100, úgyhogy innentől már csak az a dolgom, hogy rányomok, hogy kapcsolódjon, és meg fogom kapni a QX100-nak a képét mindjárt. Ugye itt most kicsit több extrát kapunk, nagyjából a gombokat mindjárt körbe mutatom, az ugyanaz lesz. Már látszik is, hogy megérkezett a képe. Talán az rögtön feltűnik, hogy mennyivel természetesebb ugyanazoknál a fényviszonyoknál, kevésbé sárga. Itt is, hogyha bezumolok, akkor fog látszani, főleg ott a sarokban, hogy sokkal természetesebb a képe. És azért ez bizony-bizony látszik, hogy ez egy jobb objektív és egy sokkal kellemesebb konstrukció. Cserébe 150 ezer forint. Tehát majdnem háromszor, két és félszer annyiba kerül. Nem a 60 és 160, 60 és 150, tehát két és félszer annyiba kerül, mint a kistesó, de tényleg sokkal kellemesebb és élvezett használni. Ugyanis például, amit kapunk, és akkor itt mutatom, hogy vagy akár a fókuszra, akkor leteszem most így, így, valahogy ezt így megtámasztom, úgyhogy, de mivel támasztom meg? Egy USB csatlakozóval megtámasztom. Így, hogy ne csillanjon be. Tehát kapunk egy gyűrűt, amivel mind fókuszt, mind pedig zoomot tudunk állítani, vagy zoomot, vagy fókuszt tudunk állítani, ezt mi állítjuk be. Azon kívül, hogy itt is megkapjuk ugye ezt a zoom gombot, az exponáló gombot, a kis kijelzőt, ami az akku töltöttségéről tájékoztat, és nagyjából ennyi. Ugye itt már azért egy Exmor R felirat is van, az a másikban is van, a Wi-Fi, de itt a lényeg tényleg ugyanaz a belső, mint az RX100 Mark II-ben. A nagy különbség, és akkor itt érek egy kicsit rá a dologra, az rohadt sok, írja valaki. Na jó, 150 ezer forintért, és akkor mutatom a beállításokat, mert most már az érdekel titeket. Kapunk egy kifejezetten jó minőségű
Nagyon-nagyon halkan mondom, és tudom, hogy csak félig igaz és a marketing bullshitnek a része, de azért mégis már ilyen majdnem DSLR-t. Mondjuk azt, hogy így egy picit kevesebbet, mint a Sony-nak a saját Next szériája, és mind Full HD videóban, 50p-s képpel, stb. Stb. Tehát azért ez eléggé rendben van. A Play Memories-ba pedig természetesen itt tudjuk beállítani a fénykép, videó és a többi módozatot. A beállításokban fókuszmód, csatlakoztatott eszköz hangjelzése, tudjuk formázni a kártyát. Hogyha visszamegyünk fényképezőgép módba, akkor itt jönnek a beállítások. Például a beállításokban nem lesz annyira erős. Na, hol vagyok? Nem látom, mert csillog a fény, az a baj, hogy teljes mértékben csillog, és össze-vissza vagyok. Ellenőrző kép méretét tudjuk megnézni, itt most 2 megapixel, illetve hát képes az eredetit is átküldeni, hogy az előbb említettem, hogy vagy egy 2 megapixelest küld el, vagy egy 20-ast, azért igazából azt nem feltétlenül kéne. A szoftverben mentési opciókat, állóképméretet tudunk állítani egészen 18 megapixelig, ugye 4-3-ig, bár ez egy 20,2 megapixeles szenzor, ami benne van. A módokban intelligens automatikus, kiváló automatikus program, rekesznyílás vezérelt, ezeket tudjuk. Tehát egy picit többet kapunk, mint egy kompaktnál, viszont egy picit kevesebbet, sőt talán nem, funkcionalitásán van kevesebbet, mint mondjuk az RX100-nál, az mondjuk 230 ezer forint. viszont sokkal, tehát már egy laiki számára is látszik, hogy a QX10 és a QX100 között az a különbség, hogy a depth of field, a mélység, élesség, az nyilvánvalóan a QX100-nál egy látható és működő és jó dolog, tehát egy laikus is látja azt a szép elmosást, ami miatt szeretjük a DSLR gépeket, nyilván nem annyira profi, ezért mondtam azt, hogy majdnem Nexet kap 150 ezerrel az ember, amin ugyan nincs vaku, és igazából minden más szempontból egy nagyon-nagyon fejlett és jó minőségű kompakt. Beállítás szempontjából kevesebbet tud, mint az RX100-hoz, sokkal több a manuális lehetőség, és amit még nem tud az RX100-hoz képest a QX100, hogy nem tud RAW-ban menteni. Viszont ezek szoftveres dolgok, és a Sony értelemszerűen nem fogja kannibalizálni a saját fényképezőgép piacát, sem a csúcskompakt RX-szériát, sem pedig lejjebb menve a többi gépet azzal, hogy majdnem ugyanazt odaadja 150 ezer forintért úgy, hogy még akkor nem is ragaszt minket oda a Sony márkához, hiszen ezt bármilyen tablettel és okostelefonnal tudjuk nézni, de, vagy tudjuk használni, de ettől függetlenül én nem tartom soknak tényleg ezt a 150 ezer forintot. Igen, sok emberi magyarországi fizetésekhez képest mindenképpen sok, de használni kifejezetten élmény, nem volt nálam az RX100, tehát nem tudom megmondani, hogy mennyire zseniális vagy éppenséggel, mennyire hajaz egy jó minőségű NX, tehát Next szériára, bocsánat, és rosszat mondtam, mert az NX ugye Samsung, Next szériára a dolog, de például az első Mark 1-es RX100 be is van linkelve ide a cikkbe, ott azért Laca kolléga nagyon-nagyon jó véleménye volt róla, úgyhogy most már nagyon nem mennék bele, mert egyrészt a szoftveres részével sokkal kevesebbet foglalkoztam, egyszerűen nem volt időm vele, egy napja vagy másfél napja van nálam, és most azért próbáltam az egészet összehozni már a csütörtökre, hogy így szoftver frissítés és Windows telepítés és minden után legalább meg tudjam mutogatni, hogy mik ezek. Manuálban milyen beállítások vannak? Na jó, nézzük, kérem szépen. Így. Tehát, hogy nem aktív. Tudjuk a félértéket. 5. Nem, próbálom megfejteni, milyen módban. Igen. Milyen módban lesz az, hogy... Így. Milyen módban lesz aktív. Nem akarom. Lövünk egy képet. Átmásolja, legalább ezt is megmutatom, ezt ugye elfelejtettem. Bár itt most azért a beállítások meglehetősen gyérek, de látszik, hogy azért rögtön egy fokkal kellemesebb képet kapunk. Tehát mondom, ez laikus számára is jobban látszik. Nagyon kezd elmenni a hangom. Egyszerűen nem aktív. Tehát ott látszik, hogy még az F-érték és a többi az így, ma talán látszik. Ott nem aktív, tehát automatikusan állítja ezek szerint.
Ugye ez is az RX szériához képest egy hátrány. Semmilyen módban, intelligens automatában semmihez nem tudunk hozzányúlni, kiváló automatában megint nem tudunk semmihez hozzányúlni, automatikus programban sem engedi a dolgokat, és így sem. Na, remélem megnyugodtál. Profi fotósoknak ez nyilvánvalóan rossz hír, de amit mondani akartam. Köszi, majd megnézem valahogy. Nem aktív semmilyen módban, tehát ez mindenképpen rossz hír. Az előbb tényleg az volt, írja valaki. Na de a lényeg, hogy amiért az egészet akartam, mivel mondtam, hogy kevés időm volt munka közben foglalkozni vele olyan mértékben, hogy azt mondjam, hogy fényképezőgépnek milyen. Látható a különbség a QX10 és a QX100 között, két minőségben, mondom laikus számára is, fénységélesség, stb. Stb. Maga a létezés ennek a két eszköznek, tehát maradjunk ennél, egy kompakt fényképezőgép, kb. Mondjuk ebben az árban kapunk egy kompakt fényképezőgépet hasonló tudással, Full HD felvétellel, 10-szeres optikai zoommal, 3-3-tól 5-9-ig tartó Sony G-lencsével, egy 18 megapixeles Exmor R szenzorral, tehát mondjuk ezzel a paraméterekkel, hátlappal, érzékelővel, vagy kijelzővel, gombokkal hasonló árban van egy Sony fényképezőgép, tehát 60 ezer forint, a konkurenciánál Canon, Nikon, stb. Is ilyeneket találunk. Ez sokkal kisebb, ez mindig ott tud lenni a zsebünkben, ráadásul van hozzá egy csini börtök, és akkor még föl is tudjuk akasztani a zsebünkre, vagy valahol olyan helyre, ahol nem konkrétan a zsebben van, de ősz van, kabátot hordunk, könnyen belefér, és azért Full HD videókra fotózni, és azzal munkázni, hogy nem kell ott lennünk fizikailag a készüléknél, tehát a fényképezőgépnél ahhoz, hogy fotózzunk, ez nagyon-nagyon jó móka, és remek ötleteket ad, mi is nagyon jól eljátszogattunk ezzel. Ő már egy komolyabb eszköz, 150 ezer forint a QX100, megmondom őszintén, nekem az ilyen apróbb, nem profi webes videós terveimhez még alkalmas is lenne ez a kis készülék, pici, nem látszik, diszkrét, én magam tudnék több kamerával vezérelve videókat készíteni olyan helyre, ahol mondjuk erre szükség van, és nyilván nem tévés, professzionális minőségre gondolkozom, törőközőbe burkolva az öltöző alá, jó, van mindenféle érték műszaki paramétereknél, valakinek ez így csalódás, az egynél zoomban 16 másodperces záridő is megadható, szerintem megéri lőni a logó, jó, azt hagyjuk, az előbb tényleg az volt, írja valaki, ezek szerint valamilyen módban aktív volt egész idő. Közben, amikor besülök, akkor az egyrészt köszönhető annak, hogy próbálom visszafogni a köhögést, most már nem ment, másrészt meg tényleg teljesen kizökkentett ez a telefonhívás, és az meg megint, mert nem is a telefonhívás, az, hogy nem értem, hogy miért lett hangos a telefon, amikor mindig lenémítom. Szóval biztos, hogy ez egy réteg dolog. Azt gondolom, hogy a QX10 az mindenképpen egy sokkal nagyobb sikerre számító kis eszköz lesz. Több szempontból egyrészt kisebb, könnyebb, bárkinél ott lehet, sokkal egyszerűbb beállításokat csinál, sokkal könnyebb bele családot úgy fotózni videóhoz, hogy leteszi valahol az ember jó helyre, beül a többiek közé, és akkor onnan nézelődik ki néha a telefonjára, hogy nyihagyva lövi a fotókat. Nem kell ott állni az állvány mögött, az ember részt tud venni a buliban, akárhol, nyilvánvalóan az utcán nem teszi le feltétlenül, mert fölkapják, de nagyon sok opció van abban, hogy nem kell ott lenni a fényképezőgép mögött, tehát tudja az ember azt az adott házi bulit, azt az adott helyszínt, azt az adott családi összejövetelt úgy fotózni és videózni, ez mind a kettőre igaz, csak itt most az árról beszélek, hogy nem kell ott görnyedni a fényképezőgép mögött. Jó magam tudom azt, hogy mennyire hálátlan feladat az, amikor egy nagyon-nagyon kedves barátom kért meg, hogy az utolsó pillanatban lőjek egy pár képet a saját gépemmel, be se tudtam állítani, formázni se volt időm a kártyát, nem tudtam, hova megyünk, nem tudtam, milyen lesz a helyszín, és egész egyszerűen nem tudtam az egyik legjobb barátomnak az esküvének egy részét élvezni, mert a fotózással voltam elfoglalva. Nyilvánvalóan röhelyes lett volna, ha egy ilyennel megyek alapvetően, de simán elmentem volna akkor nálamon az RX100-zal. Leteszem pár helyre, ülök a sorban, néha lenézek a lába, vagy a telefonomra, nyomok két-három képet, olyan helyekre is be tudtam volna tenni, ahol egy DSLR méretű gépet pofátlanság, az ember nem nyomja be éppen házasodók, vagy a rendezvény közepébe, ez pedig elfér bárhol. Nagyon sok opció van benne, hogy azért gondolom azt, hogy a mobilfotósok, menet van az alján, mind a kettőnek van, ezt említettem az előbb, csak az QX100-nak nem mutattam meg, mind a kettőnek van állványmenet, ráadásul az optika középpontjában, úgyhogy ezzel sem lesz csalódás. Tehát egész biztos, hogy én például egy QX10-et
napi szinten a feleségemnek oda, tehát a feleségemnek is odaadnám, és napi szinten tudná használni, be lenne állítva valahova, csak ő bekapcsolja a telefonját, lő 3-4 képet a gyerekekről, és megy tovább, és nem kell azzal bénázni, hogy hol van a fényképezőgép, stb. Stb. Nagyon jó munka ez, 60 ezer forintért kapunk egy kb. Árában lévő készüléket, úgyhogy azt gondolom, hogy ha nem is itthon, de külföldön a QX10 biztos, hogy sikeres lesz, ugye ezek a food bloggerek, hát ugye is innentől a Facebookos selfie fotók az már csak ennyi, leteszi valahova az ember, és már nem lesz ott a mobiltelefon, mert egy ilyennel fog így pózolni az, aki a Facebookra ilyen fotókat lő, kis színes és vicces, nem? Nyilván nem ezért van. De mégiscsak egy jobb minőségű, 10-szeres optikai zoommal ellátott lencsén jön be a fény, mint a legtöbb mobiltelefonnál. A QX100 már az egyel perverzebb, és adott esetben valamilyen feladatra szánt és nem professzionális fotózásra és videózásra, de mondjuk B-kamerának, akár fotózáson, akár videózáson tökéletesen megfelel a QX100. Nagyon szép képpel, látható a jobb képpel, mint a QX10, egy jó lencsével, vaku nélkül is sokkal jobban boldogol sötétben, mint ugye a QX10. Tehát alapvetően mind a kettőnek megvan az értelme, nyilvánvalóan ez egy periféria dolog, de végre azt el lehet mondani, néha lenézek a lábam közé, elterjed és a telefonnal meg kell találni a kép alapján, jó, megnézni a csaja, anyu, aput, állvány mellett van az alján, törődő, jó, tehát megbeszéltük a dolgokat. Szóval én őszintén tudom azt mondani, hogy egy QX100-at tudnék így a közeljövőbeli terveimhez használni húzamosabb ideig, és az is megkockáztatom, hogy amíg kabátban és táskával járok, már pedig az elég sokszor előfordul a tablet és a többi miatt, valószínűleg a QX10 mindig nálam lenne, és ha más nem, akkor így lődözgetnék vele össze-vissza fotókat, mert ugyan egy kicsit nagyobb, de a minősége számomra meggyőző. 150 ezer forint, ezt nem mondom, hogy ezt így könnyen kiköhögi az ember, de az biztos, hogy nem itthon, de talán még itthon is a QX10 az egy egészen sikeres kis termék lesz, és ha megdöglik mögül a telefonunk, vagy új jön, vagy szebb jön, vagy nagyobb képernyővel, akkor egész egyszerűen azt tudjuk mondani, hogy lecseréljük, és mégis a fényképezőgép marad. Na, következő adásra van valami cuccod? Hát vannak cuccaim, a következő adás helyszínével vagyok bajban. Holnap, és akkor itt egy kicsit visszautalok a beszélgetős műsorra, holnap, hogy lehet, hogy lesz a rádióból, ahol dolgozom még a ProHardware-en kívül egy beszélgetős műsor, mert hogy ott nincs több kamera, viszont nekem most holnap kivételesen helyettesítés szempontjából ott kell lennem este. Tehát valószínűleg van témaötletem is, de ezt majd meg fogjátok látni. Tehát holnap, és akkor visszatérve lesz beszélgetős műsor, és a jövőben ez úgy is lesz, hogy lesz két hetente egy vagy két beszélgetős műsor, a másik héten pedig mindenképpen ketyere. Jött hozzám egy Samsung Atif PC, vagy Noti, és holnap pedig érkezik egy Acer V7-es Ultrabook érintő kijelzővel, tehát így nagyjából a jövő hét az így egészen jól be van tárazva. Úgyhogy holnap lesz ProHardware TV este 7-kor, remélem, hogy a hangom az megmarad legalább ilyen állapodon, mert most már például baromira fáj a torkom, és megint köhögöm kell, de ezt most már kibírom. és jövő héten szerda pénteken lesz ProHardware TV, nem pedig csütörtökön. Egyelőre úgy néz ki, hogy a technológia működik, mármint, hogy visszaálltunk ugyan a más showroomra, de az legalább ugyanúgy működik, mint annak idején, amikor még nem volt újrahúzva a rendszer. Köszönöm mindenkinek a figyelmet, jövő héten találkozunk, helyett hülyeség, holnap találkozunk, úgyhogy hét körül lesz egy ProHardware TV a rádióstúdióból. Addig is mindenkinek további szép napot, én pedig beveszek valami tonnányi gyógyszert, remélhetőleg antibiotikumot is. Szevasztok! We'll be right back.